Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Kezdeményezésére tavaly decemberben harmadik alkalommal tartottak jótékonysági vadászatot. Eddig összesen 172 orvosi eszközt adtak át az országban, mintegy 125 millió forint értékben. Az első évben egy 3 millió forintos transzkután mérő berendezést kapott a nyíregyházi kórház, tavaly pedig egy videogasztroszkóp rendszer beszerzésével járultak hozzá a gyermekosztály működéséhez 7 millió forint értékben. A kezdeményezéshez pedig egyre többen csatlakoznak, idén rekordot döntött a résztvevők száma. 224 jelentkezőből 191-en vadásztak, és 31 támogató vadász jelent meg 5 helyszínen, és azt gondolom, hogy családias hangulatban zajlott az esemény. Nyilván egy karácsonyt követően a férfi emberek azért szeretnek kiszabadulni a természetbe, és azt gondolom, hogy a kellemest egy igen hasznos tevékenységgel kötöttük össze. Hiszen az elsődleges cél a jótékonykodás, de fontos a szemléletformálás is, hogy javítsanak a vadászok megítélésén és példát mutassanak. Így a 19 megyei kórház, köztük a Józsa András Oktató Kórház gyermekosztálya is hiánypótló orvosi eszközökkel gazdagodott. Az Országos Jótékonysági Vadásztársaság által szervezett vadászaton közel 5,2 millió forintot gyűjtöttek össze a megye vadászai, amelyet már harmadik éve a gyermekosztály orvostechnikai eszközeinek a fejlesztésére fordítunk. Ebben az évben 3 betegőrző monitort és 4 csecsemőmérleget vásároltunk ebből az összegből. Ezek a nem intenzív ellátást igénylő gyermekek gyógyításában teljesítenek majd szolgálatot. A sajtótájékoztatón elhangzott, a vadásztársaságok folytatják a hagyományt, és jövőre még nagyobb összeggel szeretnék támogatni a megyei kórházak gyermekosztályait.